akkor Apáti Istvánnak az előadása következik, amelyik egy hát némi túlzással vagy túlzás nélkül magyar siker, űrkutatási sikertörténetről fog szólni. Tisztelt hallgatóság, Apáti István vagyok, a Központi Fizikai Kutatóintézet, Atomenergia Kutatóintézetének az űrdozimetriai csoportjából, és a PILLÉ-nek a feladatát, működését, történetét, méréseket, ilyet szeretnék elmesélni. Kérünk szépen a következőt. Mit is mér a PILLÉ? Hát a PILLÉ az egy dózismérő berendezés, a kozmikus sugárzás által keltett dózist méri, az üretkezők fedélzetén, tehát ez egy lényeges szempont, hogy ott fönt helyben. Mióta mér a PILLÉ? Hát az első PILLÉ változat az Farkas Bertalan repülésére került kifejlesztésre, és hát 1980-ban repült először. Gyakorlatilag azóta minden űrállomáson fönt volt, és fönt van a jelen pillanatban is. Lehet, hogy ebben a pillanatban Simonyi Károly éppen azzal mér. Következőt kérném szépen. Mit mérünk a PILLÉ-vel? Az a sugárzás fajta, ami veszélyes lehet az élő szervezetre, de sokszor tárgyi eszközökre is, az az ionizáló sugárzás, tehát az, amely az anyagba hatolva az atomokat, molekulákat ionizálni tudja. Ez részben lehet elektromágneses sugárzás, tehát elektromágneses hullámok, részben pedig részecskék, alfa, béta, elektron, neutron és így tovább. Lehet természetes eredetű, mint amilyen a kozmikus sugárzás, meg a kőzetekben végbe menő radioaktív bomlás, vagy pedig származhat mesterséges forrásokból, látható, hogy hány mindenféle helyről. Következőt kérném szépen. Na most a sugárzás a károsító hatását úgy fejti ki, hogy az energia rész, amit ő az anyagban elveszi, tehát amit az anyag elnyel, és ezt hívjuk dózisnak, ez az, ami a károsodást okozza. Tehát mondjuk úgy, hogy az a sugárzás, ami keresztül megy az anyagon, ki is jön belőle, az nem csinál semmi baj. Az, amennyi energiát le tud a testben adni, az csinálja a bajt, és ezt hívjuk dózisnak. Tehát ezért akarunk dózist mérni, mert nem annyira a sugárzás mennyisége érdekli az orvosokat, meg az űrhajósok egészségéért felelős embereket, hanem a dózis, tehát mennyi energiát adott le a szervezetünkben a sugárzás. Most itt van a elnyelt dózis, ezt hívják fizikai dózisnak is, tehát tényleg a leadott energia, de hát a hatás az még attól is függ, hogy milyen fajta sugárzás, milyen energiájú, ezért ilyen súlytényezőket vezetnek be, és amikor a szervezetben van, akkor még az is lényeges, hogy egy-egy szerv hogy reagál rá, különböző szerveink különbözőképpen érzékenyek, ezt is figyelembe veszik. Itt igazán két egységet érdemes megjegyezni, a GRY-t, az a GY, ez az elnyeldózisnak a egysége, ez az, amit a PILLÉ is mér, és akkor vannak már ezek a számított értékek, ezt pedig szívertnek hívják, tehát ha egészségügyi szempontból beszélünk a dózisról, akkor már szívertről beszélünk. Még egyet meg kell jegyezni, hogy a dózis az egy, én itt úgy fogalmaztam, a gyűjtő mennyiség, az azt jelenti, hogy ez halmozódik, olyan, mint a fogyasztott kilovattóra mondjuk az egész életünkben, tehát ez halmozódik, és az élete folyamán az ember valamennyi sugárdózist összeszed, időnként többet, időnként kevesebbet, és akkor van egy eddig összeszedett dózis mennyiség. A következőt kérdem szépen. Na most milyen károsító hatása van az élő szervezetekre, az emberre a sugárzásnak? Hát van egy hosszú szakasz, sok nagyságrenden keresztül, amit sztohasztikus szakasznak hívunk,
ami annyit jelent, hogy semmi konkrét betegséget nem okoz. Tehát minél többet kap az ember, annál inkább nő a statisztikus valószínűsége annak, hogy rákot kap. Ugye egy ilyen valószínűség van, itt is van, tehát a normál, nem is a normál háttérsugárzástól, de minden egyébtől, a füsttől, amit beszívunk, a vegyszereket, amikkel érintkezünk, ezeket mind rizikófaktoroknak hívnak, ezek mind kockázati tényezők, hát a sugárzás is egy ilyen kockázati tényező, de ebben a szakaszban csak statisztikusan lehetne kimutatni, hogy 100 000 ember közül 10-zel több kap rákot. Tehát nincs megbetegedés, csak egy valószínűsége annak, hogy talán inkább kap az ember, és ez tehát nagyon nagy dózisoknál jön a determinisztikus szakas, amikor igazi sugárbetegséget, akár halálos dózist lehet kapni, mindenféle meg lehet vakulni, csontvelőtársa, tehát ott kimutatható azonnali betegség van. De most a űrhajósoknál persze bőven ennek a sztohasztikus szakasznak a alján vagyunk valahol, úgyhogy annyiban nem veszélyes a dolog. De azt majd meglátjuk, hogy ha elhagyja a Földet az űrhajós, mint egy marsukazáson a Föld környezetét, ott vannak olyan nagy napi törések, ahol bizony már belekerülhet ebbe a determinisztikus szakaszba. Következő kérdés szépen. Hát itt egy ilyen grafikon mutatja, az a nagy kék, meg mellette a narancssárga, tehát gyakorlatilag a háromnegyed része annak a természetes dózis mennyiségnek, amit itt kap mindegyikünk a Földön, az gyakorlatilag a földkérekből, a kőzeteknek a radioaktív bomlásából ered, és aztán az a halvány kék középső kis sajtszelep, ami 10% mindössze, ez pedig a kozmikus sugárzásból jön, és akkor lehet látni, hogy elég jelentős rész ott az orvosi beavatkozásokból keletkező dózis. Tehát igazán egy-egy röntgenfelvételnél egész szépen összegyűjti az ember az élete során ott azt a szegmest. Na most a Föld felszínén ezt érdemes megjegyezni, hogy körülbelül 2,5 millisievert dózis gyűjtünk össze egy évben, és hát ugye vannak ezek az orvosi beavatkozások, ember kerülhet olyan helyre, például sokat lehet hallani a radonnak a veszélyéről, ugye a radon az egy radioaktív gáz, amelyik jön ki állandóan a Földből, és bizonyos helyeken sokkal több jön ki, lakásokban felgyűlhet, kincsőkben felgyűlhet, az ott lakók azok nagyobb dózist kapnak, és azt mondják, hogy a lakosságnál még 1 millisievert per év az belefér, tehát addig garantáltan nem fog nőni a rák valószínűsége sem, kicsit sem. A világűrben viszont 50-100-szor nagyobb a sugárzási szint, és 50-100-szor gyorsabban kapja meg azt a dózist az ember, vagy annyival több dózist kapunk itt lent a Földön. Következőt kérném szépen. Na most, hogyha elhagyjuk a Földet ebbe, elég, hogyha repülőre ülünk, akkor minél messzebb kerülünk a Földtől, annál inkább csökken az a bizonyos háromnegyed sajtszelep, ami a kőzetek rádióaktív bomlásából származik, és egyre nő az a itt lent a Földön csak 10%-os kozmikus sugárzásból eredő szelet. Majd mindjárt meglátjuk, hogy a Földön mi véd minket, de hát a lényeg az, hogyha kimegyünk, akkor a kozmikus sugárzás az két forrásból ered. Az egyik a nap, napszélnek hívjuk azokat az állandóan kiáramló részecskéket, protonokat, elektronokat, alfa részecskéket, ami kb. 500 km per másodperces sebességgel, mint a szél, úgy fújnak ki a napból. Tehát ez az egyik része a kozmikus sugárzásnak, a másik része az pedig a galaxisból jön, a csillagoktól, ezek nagy energiai sugárzás, de igazán nem olyan nagy intenzitású. Na most egy külön szám az, amikor napkitörés van, akkor a napból érkező részecskék száma és energiája is rohamosan megnő, és ez bizony veszélyes lehet. Kérem szépen a következőt. Most mi az, ami minket itt a Földön véd, és mitől ilyen kicsit ez a kozmikus sugárzási hányad? Hát ez egyrészt a Földnek a mágneses tere,
ezek a töltött részecskék, amik jönnek alapvetően a napból, ezeket a mágneses tér eltéríti, nem engedi ide bejönni a földhöz, legalábbis a alacsonyabb szélességi köröknél, a sarkoknál ott majdnem be tudnak jönni, és amikor ezeket befogja a mágneses tér, szinte a mágneses erővonalak köré csavarja, akkor ott rettenetesen földúsulnak, és ezt hívják vanalenövezetnek, ezeken belül nagyon nagy a sugárzás intenzitása, de ez alatt már a javarésze meg van fogva. És akkor ami még járulékosan vég minket, az a földnek a légköre, amely körülbelül 10 méter vízoszlopnak a védő hatásának felel meg, és ettől van, hogy itt lent kicsi a kozmikus sugárzási hányad. De ha például egy interkontinentális repülőjáratra felülünk, fölmegy 10-12 ezer méter magasra, ahol a légkör javarésze az már ugye alattunk van, ott bizony már jelentősen megnő a kozmikus sugárzásnak az intenzitása, és aztán egy űrállomáson, űrhajón, és ezért színeztem én ezt kékre, ott megmarad még a mágneses térnek a védőhatása, de nincs meg már a légkörnek a védőhatása, és természetesen eltűnik a kőzetekből eredő sugárzási hányad. Most valamennyi védelmet nyújt természetesen az űrhajó fala, az űrruha, és az a sok műszer, ami körbeveszi a űrhajóst. De most fönt egy ilyen űrhajón, űrállomáson az a sugárzás, ami éri őket, az rendkívül változó. Attól függően, hogy milyen pozícióban van, milyen magasan van a űrállomás, éppen milyen a nap tevékenység, ez egy nem egy könnyen leírható és megjósolható mértékű ez a sugárzás következőt kérném. Itt lehet látni, hogy a mágneses erővonal köré hogy tekerednek föl ezek a részecskék, tehát nem engedi bejönni őket, következőt kérném szépen. És így alakul ki két ilyen nagy héja föld körül, ez gyakorlatilag valahol a három földsugár és négy földsugár között van a külső héj, és olyan 500 kilométeren kezdődik a belső héj, és megy olyan majdnem két földsugárig, azokon belül nagyon-nagyon sugárzás intenzitása. És akkor mindjárt ez a magyarázat arra, hogy a űrhajós űrállomások miért keringenek mind 500 km alatti pályán. Hogyha belemennek ebbe a Van Allen övezetbe, ott rettenetesen nagy dózis kapnának, tehát nagyon vigyáznak, hogy alatta maradjanak. Következőt kérném szépen. Ez még egy nagyon érdekes dolog, hogy a Földnek a mágneses tengelye és a forgás tengelye nem esnek egybe. És emiatt nem szimmetrikusak a Van Allen övek, és hogyha megnézzük, akkor ott jobb oldalt, az a Kifli, az egészen lenyúlik, ezt hívják dél-atlanti anomáliának, mert ez valahol ott a lent abban a piros körben, Brazíliának a közelében van, ahol annyira lenyúlik, hogy tulajdonképpen kétszer egy nap ezek a üreszkezők ezen keresztül kell menjenek. És bizony az a negyedórás, kétszer negyedórás keresztül haladás alatt gyűjtik össze körülbelül a napi dózisnak az egyharmadát. Tehát ott már van érintkezés a Van Allenövvel. Következőt kérdem szépen. Itt egy nagyon szép kép van arról, hogy a napból kiáramló részecskék azok hogy kerülnek kölcsönhatásba a Földnek a mágneses terével, és hogy védett bennünket. A következőt kérdem. Most itt van egy pár jellemző dózisérték, hogy egyáltalán lássuk, hogy milyen nagyságrendek vannak. Hát azt mondtam, hogy a földi háttér olyan 2,5 millisievert évente. Az azt jelenti, hogy egy 80 év alatt az ember, egy szerencsés ember, aki elér addig, az egy olyan 250 millisievertnyi dózis gyűjt össze. Egy alacsony földkörüli pályán 50-100-szoros a sugárzási szint, és egy év alatt gyűjt össze egy űrhajó 150-250 millisievertet, tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül egy év alatt gyűjt annyit össze, mint egy földön élő ember egész életében. De most a szakembereknél vannak ilyen dóziskorlátok, hogy mit engednek meg. Hát egy nukleáris ipari létesítményben dolgozó szakembernek 50 millisievertet évente, egy űrhajósnak karrierdózisok vannak megszabva, tehát ha ő ezt eléri, akkor nem repülhet többet.
függ a kortól, függ a rendtől, minél idősebb valaki, annál többet engednek meg neki. Tehát az ideális ilyen szempontból a középkorú férfi űrhajós. De hát azért lehet látni, hogy ezt a dózist, ezt nagyon hosszú repülés alatt tudja csak itt föld körüli pályán összeszedni, ahhoz 4-5 évig repülhet úgy, hogy nem szedi össze a tarján dózist. Következőt kérném szépen. Most a sugárvédelem és a dozimetria, köztük az űrdozimetria is ugye azzal foglalkozik, hogy milyen káros hatásai vannak a sugárzásnak, és hogy lehet ezeket kivédeni, csökkenteni. És mindehhez alapvető feltétel, hogy a dózist azt mérni tudjuk, és folyamatosan mérjük is, hát anélkül nem tudnánk ezeket a korlátokat se tartani. Na most itt megkülönböztetnek kétféle dózismérést, a környezeti dózismérést, amikor mondjuk föltérképezi az ember, hogy a környezetében hol, milyen magas a sugárzás szintje, és van a személyi dozimetria, amikor egy személynek az őtér dózisát mérik, akárhova megy, bármit csinál, megvan az ő személyi dózismérője, és akkor lehet tudni, hogy ő mennyit gyűjtött össze. Következőt kérünk szépen. Na most a dózismérésnek vannak aktív és passzív eszközei, ezt nem akarom hosszan fejtegetni. A pille az egy passzív dózismérő, egy úgynevezett termoluminescens dózismérő. Itt a lényege a dolognak az, hogy magának a dózismérő az egy passzív valami, nem kell áram, nem kell semmi hozzá, minden kibír, robusztus. Viszont a kiértékeléséhez ezeknek komoly készülékek kellenek, tehát hogy az ember kiolvassa a dózist belőle, és általában képzett személyzet is kell. Következőt kérném szépen. Most a termoluminescencia, az ugye azt jelenti, hogy fő hatására fénykibocsátás. Vannak olyan anyagok, természetes anyagok is, általában kristályos anyagok, amik, és kérem a következőt, hogyha sugárzás éri őket, akkor megváltozik belül az elektron és kristály szerkezetük, méghozzá stabilan megváltozik. Minél több sugárzást kap, annál nagyobb a változás, tehát ilyen értelemben valamilyen módon tárolják belül a sugárzás energiáját. Következőt kérem szépen. Ha ezeket fölmelegítjük általában olyan 200-300 fokig, akkor megtörténik egy visszarendeződés, és eközben fényt bocsájtanak ki. Következőt kérném, hogyha van egy nagyon érzékeny fénymérőeszközünk, és ezt tudjuk mérni, akkor végül a kibocsátott fény mennyiségből ki tudjuk számolni, hogy mennyi dózist kapott az a kristály. Következőt kérem szépen. Ha most a kiolvasásnál, esetleg még tovább melegítésnél teljesen törlődik belőle a dózis. Tehát ezek a dózismérők mindig új életet kezdenek ilyenkor, tehát mindig az előző kiolvasástól a következőig mérnek. Következőt kérdem szépen. Tehát röviden a pille, mint termoluminescens dózismérő, egy szilárdtest dózismérő, amikor gyűjti ugye a sugárdózist, utána kimelegítjük fénykibocsátást, megmérjük a fényt, kiszámoljuk a dózist, és a mindjárt törölve is van a melegítéstől. Ezek igényelnek ugye dózismérőket, a kristályokat és kiolvasó, kiértékelő berendezéseket. Következőt kérem szépen. Ezen azt hiszem át is ugrunk. A lényege az igazán, hogy az űralkalmazásnál, ahol nagyon széles körben használják a TL-dózismérőket, ott az egyik korlátjuk éppen az, és általában csak úgy tudják a pille kivételével használni, hogy törlik ezeket a dózismérőket start előtt, és amikor visszajön az űrhajós, földi laborban tudják ezt kiolvasni, tehát gyakorlatilag csak azt a teljes dózist tudják mérni, amit a teljes űrutazás alatt összegyűjtött. Következőt kérem szépen. Most a pille az abban különbözik ezektől, hogy egy olyan kicsi űrkvalifikált kiolvasó berendezése van, amivel tetszőleges időpontban fönt az üres között fedélzetén ki lehet olvasni a dózismérőket. Ez született, ugye a 60-as évektől a KFK-ban készítettek már ilyen nagy laboratóriumi készülékeket. Ezt a szovjet űrhajósoknak a személyi dozimetriájára használták, úgyhogy amikor visszajöttek, akkor mértek. És amikor összeállították Farkas Bercinek a programját, tudományos programját, akkor a szovjet partnereink javasolták, hogy próbáljunk megcsinálni egy kis fedélzeti kiolvasót. Hát erre a javaslatra született meg a pille. Következőt kérem szépen. Itt lehet látni az arányokat, menjünk egyel tovább.
Igazán 20 literből kellett 1 liter térfogatra összezsugorítani, 10 kilóból 1 kilóra, és 30-50 wattos fogyasztásból 1-5 wattos fogyasztásra, és persze űrkvalifikált kell legyen, tehát kibírja mindazokat a körülményeket, amit a fellövés, a föntlét támaszt fel az ember. Következőt kérném szépen. Itt lehet egymás mellett lenni, hogy mi, látni, hogy miből mi született. Ez Farkas Bercinek az a típusú pille az első pillék közül. Következőt kérem szépen. Itt lehet látni szépen lefényképezve. A bal oldalt az a kulcsba, a könnyű kezelés érdekében kulcsba épített az a dózismérő, ebből lehet akárhány, és a dobozban van a kiolvasó berendezés, amiben beledugva, elfordítva megtörténik ez a kifűtés, a fénymérése és annak az átszámolása dózisra, és a kis képernyőn kijelzi a végeredményt. Következőt kérem szépen. Ennek annak idején volt még egy ilyen különleges gyorsulás és rezgéscsillapító horddoboza is, és ez ebbe kellett legyen a fellövésnél. Következőt kérném. Na most még egy érdekessége van a pilledózismérőkkel, hogy ezek úgynevezett buradózismérők, tehát egy ilyen lámpakörte-szerű kis üvegbalomban bent van egy kantállemezke, és arra vannak fölragasztva ezek a kristálycentrék. Tehát erre azt lehet mondani, hogy egybe van építve a dózismérő és az ő saját tájhája. Ez le van vákuumra szívva, ennek a következménye az, hogy fönt is ugyanúgy viselkedik, mint itt lent a Földön. Ezeket hívjuk ugye buradózismérőknek, ilyenekkel működik a pille. Következő kérdésre, minden egyes dózismérő kulcsban van egy ilyen. De most ezen aztán nagyon hamar túl fogunk menni, mert nagyon telik az idő. Hát a pillének egy hosszú pályafutása volt, ami kezdődött Farkas Bertalan felbocsátásával, és ő ott hagyta a Szaljut 6 űrállomáson az ő pilléjét. Aztán ezt átvitték, ezt ott hagyták a Szaljut 6-on, és a Szaljut 7-re egy teherűhajóval egy újabbat földítek. Következőt kérem szépen. Itt van Farkas Berci, ahogy a pillével mértem. Következőt kérném. Gyorsítani fogunk egy kicsit. Aztán 1984-ben, aminek nagy port vert föl, a Challengeren Sally Ride, az első amerikai űrhajós nő, fölvitt egy pillét, és egy hétig, több mint egy hétig ő ott fönt használta, és ennek komoly politikai háttere volt, meg következményei, de kitűnően vizsgálatot. Következőt kérném szépen. Itt van Sally Ride, ahogy a pillével mér a Challengeren, ami aztán ugye később az volt az első nagy shuttle baleset, de hát ő még megúszta. A következőt kérném szépen. Na most utána volt egy olyan repülés, a Szaljut ezzel a Szaljusz T-15-tel, és ez volt a űrkutatás történetében az egyetlen ilyen repülés, amikor fölmentek a Mir űrállomásra, a frissen fölbocsájtott Mir űrállomásra, és onnan átmentek a Szaljut 7-re, és egy pár műszert átvittek a Mir-re. Tehát ilyen még nem volt, hogy űrállomás között fönt közlekedtek, de olyan fontosnak találták a pillét, hogy átvitték, és miután kiderült, hogy a kulcsokat elfelejtették átvinni, a Progress 28-al utánuk bocsájtottak még 16 darab kulcsot, és aztán a 80-as évek végén valahogy ez a katonai kezelésbe került, és onnan nincs hírünk, hogy mi történt vele. Menjünk tovább. Tungsramban ebből csináltak ilyen földi változatot is, amit nagyon sok helyen ma is használnak még a földi alkalmazásoknál. Következőt kérem. Most a 90-es évek elején megindult egy új fejlesztés, új technikai megoldásokkal, és akkor született az új pillegeneráció meg, amelyik már egy mikroprocesszoros vezérlésű berendezés. Ettől sokkal pontosabb, könnyebben kezelhető, minden dózismérőt saját maga felismer, a mérési eredményeket egy memóriakártyán tárolja,
egy bennhagyott dózismérőt automatikusan, periódikusan ki tud olvasni, anélkül gyűrhajós kezelni, számítógéppel összeköthető, tehát egy sokkal korszerűbb eszköz, következőt kérném szépen. És ezt először a Tile 95-nek hívjuk, mert hogy 95-ben repült először, akkor fejeződött be a fejlesztése, akkor vitt el progressz űrhajót föl a Mírre, ahol Thomas Reiter, ez a űrhajós, ennek a D18-as ez a kísérletnek a keretében használta fél évig, vagy még tovább, feltérképezte vele a Mírnek a dozimetriáját, nagyon sokat mért, űrsétára is kivitte, ez egy nem hivatalos kivitel volt, és nem is volt rendesen előkészítve, nem volt kiértékelhető mérés. Következőt kérném. Itt van ez a Pille változat, az első új generációs, a Thomas Reiter dedikálta nekünk köszönettel, és nagyon-nagyon jó készüléknek tartotta. Következőt kérném szépen. Itt van Thomas Reiter, az egy külön előadást érdemelne, hogy elromlott fönt a Pille, és a tanácsunkra megpróbálta megjavítani, és egy talán Horváth András találta ezt a képet egy svájci csillagászati újságnak a címlapján. Innen van az egyetlen képünk Thomas Reiterrel és a Pillével. Hát nem sikerült neki megjavítani, de küldtünk utána egy következőt, és azzal aztán végig rendben mért. Következőt kérném szépen. Itt van, amikor kiment űrsétára, személyesen tőle kaptam ezt a képet, amikor kivitte magával a pillemózismérőt. Következőt kérném. Most nagyon gyorsan született egy Pille 96, amit az amerikaiak használtak, szintén a Miren, a NASA Mir kísérletben, két űrhajós egymás után, és ez végül azzal fejezte be a pályafutását, hogy a Progressben volt, amikor a Progress kilukadt, és nem tudták onnan kihozni, tehát ez végleg ott maradt. Következőt kérném szépen. Így néz ki aztán, igen, ez volt az ő pilléje, a Pille 96, a következőt kérném szépen. Az amerikai programnak, annak már hivatalos része volt az, hogy űrsétára kivinni, és az életben először megmérni azt, hogy űrsét alatt mennyivel több dózis kap egy űrhajós, és az Orlán űrruhán ott fönn a lépfenntartó berendezések mellett, ott a válla mögött külön két zsebet csináltak, vagy két tartóhelyet csináltak a dózismérőinknek. Következőt kérném szépen. Ennek is készült földi változata, amit Paksi atomerőműben használnak még ma is. Következőt kérném szépen. És akkor jön az új fejezet, az ISS. Az ISS-ről Horváth András már sokat besélt. A lényeg az, hogy erre készült a Pille 97, a legutolsó változat, amelyik a NASA szegmensben is működött, most is működik az orosz szegmensben, és hát az ESA is használta a legelején. Hamarosan folytatjuk, csak művesen töltünk az űrállomás. Hangot! Hol van? Fa mögött van állítólag valahol az űrállomás, hát jól hangzik a fa mögött. Én még nem látom, ki látja? Ott van olyan, nem? Ez a piros. Azt szerintem ott, nem. Nem az repülő. Ott van, igen, a nagy fa mögött. Ide jobbra gyertek ki. Hol? Ott van, most jön ki. Ott egészen. Én nem látom. De ezt most a mikrofonon. Igen. Jobbra gyertek. Jobbra? Hol? De hol van? Most jött ki. Már ő is jön. Na. Akkor szerintem pont bement az árnyékba? Bement az árnyékba. És akkor még... Igen. Akkor folytatjuk szerintem még az előadást, és azt hiszem itt a végén lesz a legérdekesebb, mert mindjárt látunk konkrétan egy pillét kézzel foghatóan. Hát nem majd azért látta néhány ember. Hányjuk. Tehát gyakorlatilag mind a három űrnagyhatalomnak a szolgálatában működik, vagy működött a Pille. Következőt kérném szépen. Menjünk tovább. Itt mindenféle előnyei megvannak, azt nem részletezem most, menjünk tovább.
Itt van ez az új pille, aminek elhoztam az első példányát, tehát meg lehet utána nézni, itt van az asztalnak a sarkán. Ez gyakorlatilag pontosan ugyanaz, mint ami most fönn van a Zvezdán, és amivel most Simonyi Károly is mér. Következőt kérném szépen. Ezt a Discovery vitte föl 2001 márciusában a ISS-re, és volt szerencsém végignézni a startot, és előtte megnézni egész közelről űrsiklót, megtapogatni, nézni, hogy cserélik rajta a hővédő téglákat, tehát egy óriási élmény volt, és a Chimbos űrhajós 4 hónapon keresztül 1700 mérést végzett vele a ISS-nek a feltérképezésére. Utána ezt az egész mérést megszüntették azért, mert tulajdonképpen az amerikaiak azért kérték a pillét, hogy a biológiai kísérleteknek a dózisát mérjék vele, és alig, hogy fölment a pille, leállították a biológiai labornak a kiépítését pénzhiány miatt, azóta se építették meg. Tehát az a sok eszköz közül, amit oda készítettek, a pille fölment, mert időben kész voltunk, összes többi lent maradt, máig nem jutottak fel. A következőt kérném szépen. Itt lehet látni ilyen pilledózismérőket elhelyezve az ISS különböző részein, a DOSMAP-ben. Az ott balra fönt egy úgynevezett emberszabású fantom, amiben szintén dózis, mély dózisméréseket lehet végezni. Következőt kérném szépen. Itt van Jim Voss, ahogy a fedélzeten pilleki értékeléseket végez. Következőt kérném szépen. Itt van néhány mérési eredmény. Ebből igazán az alsó érdekes. Azóta is egy dózis ismérőt mindig benne hagynak a pillében, amelyik automatikusan keringésenként, tehát 90 percenként kiolvasásra kerül. Itt lehet alul látni ezeknek a egy-egy keringésnek a dózis értékét, és gyönyörűen lehet látni, hogy mindig, amikor keresztül megy a dél-atlanti anomálián, ami 8, illetve 16 óránként történik meg, hogy ugrik meg a mért dózisnek a mennyisége. Következőt kérném szépen. Az orosz pille az annyiban különbözik, hogy őt nem biológiai kísérletek, nem kísérleti céllal kérték az oroszok, és került föl, hanem ő igazi szolgálati berendezés, aminek a több feladata van, egyrészt dozimetriai térképeket csinálni, minden űrsétánál mérni az űrhajósoknak a járulékos dózisát, és különböző kísérletekben, fedélzeti kísérletekben részt venni. Ez a PILLE MKS, az MKS az oroszul az ISS, a Mezhdunaroltajak, az Mincheskaya Stancia, tehát ők így hívják, ezért nevezték így, és a Progress 12 vitte föl 2003. augusztusában, azóta megszakítás nélkül mér fönti már 4. éve. Következőt kérném szépen, így néz ő ki, ez az a csomag, amiben, vagy védő csomag, amiben fölvitték, és ott lehet látni a 10 dózismérőt, 8-at rajta, 2-t mellette, ami a fönti rendszernek a része. Következőt kérném szépen, itt van a Orlán űrruhának a lábán az a zseb, amit azért készítettek rá, hogy minden űrsétánnal ide teszik a dózismérőt bele. Következőt kérném. Itt lehet látni, hogy készítenek elő egy progress fellövést, amikor bepakolják, így ment fel a pille is. Következőt kérném szépen. Itt most lehet látni egy szép hosszú névsort. Még az hetes expedíció végén a Yuri Malenchenko helyezte üzembe, és akkor itt lehet látni az összes többi expedíciónál mindig a orosz résztvevő az, aki felelős a pillének a működtetéséért. Utolsó ugye Mikhail Tyurin, aki most együtt fog Simonyi Károllyal visszajönni, tehát az elmúlt fél évben ő kezelte. Következőt kérem szépen, meg a következőt itt látni sorban az ő képeiket, emblémájukat. Következőt kérném szépen, és itt van Simonyi Károly, tehát ő most az utolsó kezelője a pillének. Ő kapott kiképzést nálunk is, Csillagvárosban is. Tulajdonképpen Thomas Reiter és ő voltak azok, a Thomas Reiter is egy mérnöki végzettségű, akik körülbelül 5 perc alatt
lettek tisztában a pillének a teljes kezelésével, tehát úgy nyúltak és álltak hozzá, hogy azt kell. Na most az ő 4 kísérletet végez fönt, ezek közül egyik úgy hívják, hogy Pille ISS kísérlet, közösen a Magyar Űrkutatási Irodának és az Orosz Űrügynökségnek a kísérlete. Ő azt csinálja, tulajdonképpen az elejét ő már megcsinálta, hogy az orosz űrhajós helyett a széthelyezett dózismérőket be kell neki gyűjteni, ki kell olvasni, ahhoz, hogy kiolvassa előbb, ki kell vegye az állandóan bent lévő dózismérőt, ami ugye 90 percenként mér, ehhez át kell állítani a pillét, ezeket ő végig kiolvassa, utána ezeket visszateszi a helyükre, de 2 dózismérőt megtart. Az egyiket azt végig magánál fogja hordani, amivel a saját személyi dózisát méri, és ezt minden nap ki fogja olvasni. A másik dózismérőt pedig a hálóhelyéhez teszi. Az egy külön érdekesség, hogy a hálóhelyen általában a legmagasabb a dózis teljesítmény, mert azt a űrhajó falánál helyezik el. Tehát ott nincs körbevéve műszerekkel, mint más helyeken, hanem ott van közvetlenül a fal mellett, csak a fal választja el az űrtől. És korábban volt, csak időhiány, nem mondtam, egy orosz űrhajós, aki tisztán kíváncsiságból elkobzott egy dózismérőt, és magánál tartotta, és kimérte a háló helyénél a dózis teljesítményt, és olyan pipa lett, hogy ott magasabb. Na most ezek persze ilyen fél éves utazások, tehát egy hét alatt nincs jelentősége, meg 10 nap alatt, hogy elköltözött a hálóhelyről a futószalagra, az edzőszalagra, és onnantól ott aludt, mert azt mondta, hogy ő nem alszik ott. Úgyhogy ilyen eredménye is vannak a pillének. Következőt kérdém szépen. Ez még egy érdekes dolog, ugye, hogy kiviszik űrsétára, és ez azt jelenti, hogy most már jó 10-valahány űrsétán mérték. Ilyenkor az amerikainak és az orosz űrhajósnak is mérik a járulékos dózisát. Következőt kérném. Most ezen gyorsan keresztül mehetünk, mutatja, hogy hova van mindenütt elhelyezve ilyen dózismérő a nemzetközi űrállomáson. A szép táblázatunk van, hogy hol és mindenütt itt egyszerre 2 egymás mellett. Ez azt hiszem, hogy a mellékhelység teteje, és akkor ide van felerősítve maga a kiolvasó készülék, és ott van benne az, ami mindig általában benne van. Itt egy nagyon szép kép van, a 2003. novemberi, tehát nem sokkal azután, hogy fölkerült a pille, egy nagyon erős napkitörésről, ami éppen a Földet találta telibe, úgyhogy akkor volt egy hét, amikor kiosztottak 2 dózismérőt a 2 űrhajósnak, és naponta 2-szer kellett kiolvassák, mert itt tényleg megnőtt a dózis teljesítmény. Következőt kérném szépen. Ezen mehetünk tovább. Itt lehet azért látni, hogy mekkorák a dózisok. Ilyet is láttunk már, hogy milyen ezek az automata kiolvasások. Itt lehet látni, hogy ugye megtartja a űrállomás a pályasíkját, közben alatta fordul el a Föld, és hogy megy át 2-szer 24 órában a dél-atlanti anomálián. Következőt kérném, mehetünk tovább. Itt vannak ilyen összegezett értékek. Hát lehet látni, hogy óránként olyan 4-4,5 mikrogray körüli dózis szednek össze. Azt kell tudni, hogy itt a Földön óránként 1/10 mikrogrét kapunk. Tehát ez tényleg egy olyan 40-50-szer több, mint amit itt lent kapunk. Következőt kérném szépen. Itt lehet látni, amikor elkaptunk egy naptevékeny, egy ilyen Földet eltaláló részecske áramot, és lehet ott a közepén látni, hogy amikor vissza kellett volna menjen, ráadásul ez pont azon a hosszú szakaszon van a 2 dél-atlanti átmenet között, hogy megnő a dózis teljesítmény. Tehát lehet látni, hogy az átlagos az 5 körül, van 5 mikrogray per óra, és itt pedig fölmegy 13-ig. De hát nagyon rövid ideig tart, tehát ez hosszú távon szétkenve nem jelent egy komolyabb dózis terhelést. Következőt kérném szépen.
Itt meg lehet látni, hogy az űrséták, a különböző űrsétáknál miket mértünk. Hát azt lehet mondani, hogy olyan 3-5-ször nagyobb a dózis teljesítmény, ha kimennek, és az, hogy miért különböző a két űrhajósnál, hogyha egymás közelében dolgoznak, ugyanott vannak, akkor körülbelül hasonló, de van olyan, hogy az egyik a árnyékos oldalán dolgozik, tehát védi őt az űrállomás, a másik a másik oldalon, akkor jelentős különbségek lehetnek. Következőt kérném szépen. Hát hogyne, hát hogyha nagy különbség, hogy ő most a napfelőli oldalon van, vagy a másik oldalon, valahol bent dolgozik, ahol... De mégis ebből jön össze. Ebből jön össze, meg hogy mi van körülötte, tehát hogyha valahol benn van valami sarokban. Igen, 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 igen. Na most itt pedig lehet látni egy ilyen nagyon hosszú összegzést. Mi azt szoktuk mondani, hogy van fönt többféle dózismérő, amiben a pille szintén fantasztikus, hogy olyan nem nagyon van, hogy 27 éve ugyanazzal a típusú dózismérővel mérik a dózist. Most lehet, hogy a mértérték nem mindig pontos, de egymással tökéletesen összehasonlítható. És akkor itt lehet látni a szaljut 6, szaljut 7, a Miren különböző méréseinknél, és aztán itt végig a nemzetközi űrállomáson, hogy milyen tartományon belül volt a dózisérték, és lehet látni, hogy a Mirnek a 97-ben már olyan pályán ment, valószínűleg pályaemelés volt, hogy időnként bizony nagyon magasra fölment a dózis teljesítmény. Következőt kértem szépen, és mindjárt kész vagyunk, ezt ki is hagyjuk, hogy fönt kísérleteket is végeznek vele. Itt lehet egy, ez szintén egy ilyen fantom mérés, és ott is föl van szíjazva, itt két oldalon fölül alul lehet pirossal bekarikázva látni a pilledózis mérőket. Következőt kérdem szépen. Nincs mutogatom. Azaz, azaz, meg ott, ott. Igen, mert én karikáztam. Na most a, ez, ez valahogy belekerült. Ja igen, a portiál. Hát erről sem nagyon beszélek. Amerikaiak rábeszéltek minket, hogy annyira jó kis eszköz, hogy kéne ennek egy földi kereskedelmi változatát elkészíteni, ez a portiál, amelyik most már 2 éve körülbelül kész van. Jó párat eladtunk belőle, maga a NASA is vett, részecskegyorsító pakson most már használják egyfolytában, és reméljük, hogy még sokat el tudunk adni. Következőt kérném szépen. Ez így néz ki, tehát ennek már más a dózismérő, ezt patronnak hívjuk, és nem kulcsnak, kisebb is. Ez egy nagyon gusztusos készülék. Kisebb. Következőt kérném szépen. Itt lehet látni, hogyha összeköti az ember számítógéppel, akkor ilyen ábrákat kap. A jobb oldali nagyon lehet látni, jól látni, hogy mi történik, mert az a piros vonal, a jobb, a vízszintes tengely az az idő. Tehát elkezdi az ember a kiolvasást, megindul a felfűtés, telik az idő, de ezek 10 másodpercek, tehát egy ilyen kiolvasás az fél perc, nem több. A piros görbe mutatja, hogy hogy emelkedik a TL anyagnak a hőmérséklete, főleg 300 fokig, a zöld, az pedig a fény, ahogy jön ki belőle. Tehát először egész kevés fény, fölmegy a fényintenzitás, és utána visszaesik, kijött belőle az egész fény, és mi igazán annak a világos zöldre sraffozott területnek azt állítjuk arányba a dózissal, és onnan számítjuk ki a dózist. És ugyanezt meg lehet nézni, a portélnek most már a képernyőjén is meg lehet nézni, hogy hogy néz ki. Persze ő kiszámolja az egészet, és kiírja, hogy mennyi dózis volt benne, de utána itt egész mély kiértékeléseket lehet végezni. Következőt kérném szépen. A portélről beszéltem, hogy használják már imitamot, rengeteg helyen lehet és lehetne használni. Következőt kérném szépen. Na most egész, ahogy elkészült, arra használtuk, hogy részt vettem 2005-ben egy csernobili expedícióban, itt le vagyunk fényképezve a szarkofág előtt közvetlenül. Itt mindenkinek volt, 33 embernek volt portia dózismérője, és pontosan meg lehetett mondani, 2 naponként olvastuk ki, hogy ki az, aki eljött a legszennyezettebb vörös erdőbe, ki az, aki nem jött el, ki merre járt.
úgyhogy nagyon jól vizsgázott, és főleg, hogy kibírta azt a kétszer majdnem 1000 kilométeres buszutazást, ez volt a rázó próbája, amit az ukrán utakon végig kellett csinálni. A következőt kérnék szépen, itt lehet látni, hogy különböző földmintákat, egyebeket veszünk, beöltözve, mindenkinek lóg a nyakában a morfiadózisnél. Háttérben lehet látni egyébként magát a Csernobili erőmű egy részét. Következőt kérném szépen, és ez a vége. Mi a konklúzió? Az, hogy 80 óta szolgál, ez minden űrállomáson fönn volt. Nagyon sok egyedi eredményt szolgáltatott. Mind három nagy űrügynökség az nagyon nagyra becsüli, és ennek kapcsán nemzetközileg nagyon elismert a mi itthoni tevékenységünk. Egyre többen használják a földi változatot is. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy kicsit hosszabb lett, de hát így jött össze. Mivel itt van egy pille, hogy én azt kérdezném, hogy akkor ide személyesen ide jöhetnének az érdeklődők, és akkor kicsit világítunk, mert tényleg akkor megnézhetjük, hogy is néz ki. Hogy a fényre megyünk. És akkor én egy olyat kérdeznék, bár ez lehet, hogy triviális, hogy most tényleg akkor, hoppá, ne akartam, hogy akkor azt mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen ez magyar, ez a ilyen fajta dózismérőben, ez úgymond ma a Földön a csúcsmodell, tehát se az amerikai, se az oroszok. Nincs más űr dózismérő. Abszolút nincs. Hát legalábbis ilyen TL rendszerű, tehát más rendszerű van, ilyen nincs, tehát ilyenben csak laboratóriumi készülékek vannak, ilyen kicsi hordozható nincs a világon, tehát ilyen szempontból. Hát ott lehetett látni. Igen, most mondjuk ma egy személyi asztali számítógép méretű körülbelül, tehát nem viszik föl, nem is lehet fölvinni. Tehát ilyen szempontból tényleg unikális, és hát ettől ilyen sikeres, hogy nincs más. Mondjuk azt, hogy megtaláltuk azt a lyukat, azt a piacirést, így van. Na most itt lehet látni, hogy például ebben különbözött a MIR változatok, meg ez az utolsó, hogy ott még csak 4 betűnyi kijelzője volt, itt már 8 betű, tehát itt sokkal több mindent ki lehet rendesen írni, és azon kívül teljesen átpofoztuk, úgy hívják, hogy mondják magyarul a user interface, tehát a felhasználói felület, tehát sokkal egyszerűbb lett a kezelése, van egy ilyen leföl jobbra-balra gombok, meg egy enter gomb, és egy menürendszerből rendkívül logikusan tudja kiszámolni, és akkor érdemes lehajtani, mert biztos, ami biztos, ezt a menürendszert, ezt rányomtuk a tetejére. És például Simonyi Károly, akinek olyan a képzettsége, az érdeklődése, az intelligenciája, annyira logikus az egész kezelés, hogy egyszer elmondja neki az ember, utána tudja kezelni. Tehát ezt is nagyon értékelik benne. A Csimbosz, amikor sajtóértekezeten megkérdezték, hogy volt megelégedve a pillével, azt mondta, hogy fantasztikusan könnyen kezelhető készülék. A sorsnak az iróniája, hogy az egyetlen, amit az amerikaiak hozzátettek, nem a mi horcsákunkban lőtték fel, hanem ők készítettek hozzá egy horcsákot. Az egyik kinti kollega, aki az előző kísérletben vett részt, és sokkal jobban ismerte a viszonyokat, egyszer a ottani kollégáinak azt mondta, hogy higgyétek el, hogy ti ezt ennek a zsáknak a kifejlesztésére jóval több pénzt költöttetek el, mint a magyarok az egész pille kifejlesztése, és ennek az lett az eredménye, hogy a sajtó értekezleten azt mondta a Csimbosz, hogy egyetlen nehezen kezelhető része volt az a zsák, amiben. Na most ő nem tudta, hogy az amerikai és a pille magyar, de hát ez így jött ki. Na most ez tehát a kiolvasó készülék. Itt van benne az a memória kártya, ez egy teljesen közönséges, ugyanaz, amit flashkártya, amit be lehet a notebookokba dugni. Ez 4000 adatot lehet rajta összegyűjteni, méghozzá úgy, hogy nem csak a mérési eredmények vannak rajta, időpont, milyen készülékkel, melyik dózismérő volt, ezt ő mind azonosítja, hanem ez az összes fénygörbe is rajta van. Tehát mi utólag még akkor is analizálni tudjuk, ha valami baj volt vele, tehát rengeteg adat rajta van.
Van benne persze egy óra, ami most is ketyeg, tehát ő tudja, hogy mennyi az idő, hol mi van, és akkor így néz ki a dózismérő. Ennek van egy ilyen robusztus tokja, ez maga a dózismérő, ez a tok. Ennek itt az oldalán általában ilyen tépőzár van, tehát ezzel bárhova oda lehet tenni. És ennek a belsejében van egyrészt benne az a búra, amit majd itt, ha felhúzom, akkor meg lehet nézni, ott vannak benne a kristálykák, és ez egy üvegbúrában van benne. És itt van bent az a memória chip, amely kell egyrészt pontosan azonosítani lehet, tehát oda bele van írva, hogy ő hányas, ugyanez a A0153 például. A másik nagy dolog, és ez volt az új pillében a nagy dolog, hogy amikor mi ezt kalibráljuk, akkor mindegyik különbözik a dózis, mert nem lehet egyformára csinálni őket, akkor az ő adatait ebbe a chipbe belevisszük, és amikor kiértékeli a készülék, akkor annak a segítségével értékeli ki, és ezzel egy nagyságrenddel pontosabbak tudtunk lenni, mint az előzőek. Hogy megmondja a saját kalibrációját. Így van. Tehát ez a nagy dolog. Sőt, azt is följegyzi, hogy mennyi volt az az érték, amit utoljára mértek vele, tehát amikor újra mér az ember, akkor ő innen kiszedi az előző mérési eredményt is, meg a friss mérést, és abból kiszámítja, hogy a két idő között mennyi volt az átlagos dózis teljesítmény. Tehát ő tudja, hogy most mértem ennyit, utoljára egy hónapja mértem, és órára pontosan kiszámolja, hogy akkor az ennyi gray, milli gray per óra. És akkor nem kell számolgatni, tehát ez űrhajósnak igazán ez mond valamit. Az, hogy ő egy hónap alatt mennyit kapott, az nem, de abból rögtön tudja, hogy milyen a környezete, mi jön ott ki belőle. Abban is különbözik az előzőektől, hogy két dolgot kellett változtatni ezen a mérhez képest, hogy meg kellett fordítani az egész bajonett szerkezetet, annál még itt kilógott egy pöcök, és itt belül volt ez a bizonyos pálya benne. Az amerikaiak kifogásolták, hogy annak az éles széle esetleg megsértheti az űrhajós, tehát itt váltani kellett. A másik, hogy az nyitott volt, tehát nem volt ez a hátracsúszó valami rajta, és hát rengeteget lelkiztek, és hónapokig leveleztünk, meg mértünk, hogy meg fogja égetni az űrhajós magát a kiolvasás után, ha kiveszi. Hát addigra már hideg. Prezentáltuk, hogy azért nem, veszélyes. Következő, mi történik, ha eltérik a üveg, soha nem tört el. Ebben eltörhet, és akkor esetleg belélegzi az üveg cserepeket, tehát be kellett zárni, és csak bent nyílhat ki. Na most nem tudom, hölgyek vannak-e még itt? Gyerekek nincsenek, ugye? Na, hát amikor ez megszületett, nem tudtuk, hogy hogy különböztessük meg a előzőektől, és akkor ettől elneveztük Ficsmás kulcsnak. És ez mindenütt az irodalomban F kulcsnak. Tehát kifejlesztettük az F kulcsot, és senki nem tudja, hogy honnan van ez az F. Hát ez az F az onnan van, hogy ez a Ficsmás kulcs. Na, tehát ezek azok, amik most is fönn vannak. És ha minden igaz, akkor Simonyi Károly már az első méréseket elvégezte vele, mert az volt neki kiadva, hogy első nap neki össze kell gyűjteni, ki kell olvasni a saját személyi dózismérőit használni. Most még azt megmutattam, hogy az egész kiolvasás igazán abból áll, és hát ez is fantasztikusan egyszerű, hogy ő itt megfelelő pozícióba ide bedugja ebbe a nyílásba, elfordítja, ettől magától elindul a mérés. Van itt egyébként tápegység is, tehát még be is kapcsolhattuk volna. És akkor itt mutatja, hogy mérés, 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 az egész tart 20 másodpercig körülbelül, és utána megjelenik az eredmény. És utána ezekkel mindenfélét innen is ki lehet vasalni, mikor történt, mennyi, összes adatot, és a kártyáról is vissza lehet olvasni az összes mérést. Tehát, hogyha valamit ő elfelejtett, vagy bármi gond van, itt lehet összekötni RS-232-es porton személyi számítógéppel. Itt van benne az óra egyébként, hogyha kimerülne a telepe, akkor lehessen fönt cserélni. Biztosítékbe csak bekikapcsolás, csitan a tápellátása. Tehát ennyi. Ő rajta is egyébként körbe van ragasztva ilyen velcro tépőzárakkal, tehát lehetett látni, hogy ők így rögzítik, oda nyomja a falhoz, mert hogy súlya nincs, ugye a tömege az mindegy. Ez már 1,3 azt hiszem. Nem. Még folyamatos méréskor időként egy kicsit magát,
Igen, igen. Tehát egyszerűen benne kell hagyni, és be lehet azt programozni, hogy mikor legyen az első mérés, és milyen periódussal, és akkor onnantól, amíg le nem állítja az ember, sőt, mi rettenetesen spóroltunk az energiával, ami hülyeség volt, csak mi előtte rengeteg, hát most is bolygóközi szondákra is csinálunk berendezéseket, ahol nagyon kicsi az energia. Tehát egyszerűen a vérünkben volt, és ezért úgy van megcsinálva, hogy amikor elalszik, mi úgy hívjuk, akkor gyakorlatilag teljesen kikapcsolja magát, és ez az óra ébreszti. Tehát közben nincs fogyasztás, és utólag ebben még nincs is benne, ide kellett egy kis zöld ledet tenni, amelyik időnként villan egyet, hogy lehessen tudni, hogy ő azért él, mert különben nem tudnák, hogy egyáltalán megy vagy nem megy, és aztán az volt a röhely, hogy amikor még 95-ben az elsőt kivittem, akkor voltak a nagy minősítő mérések kint az ESA-nál a műszerek átvételére, és hát olyan kicsi volt a fogyasztása, hogy azzal a nagy tápegységen lévő műszerrel nem tudták megmérni a fogyasztását, és akkor pipa volt, hogy mit kínlódtunk, hogy ilyen keveset fogyasztunk, olyan böhöncök vannak, ventilátorokkal, mindenfélékkel, mi meg azon kínlódtunk, hogy egy vagy két watt, nem tudom, micsoda legyen. De ennek azért megvan most az előnye, mert ennél a Portiel-nél az akkumulátoros, tehát annyiban különbözik, hogy van egy akku, gyakorlatilag el lehet vinni valahova a prériára a beletett dózismérővel, és ott lehet hagyni akár 4 hónapra, mert annyira takarékos, hogy ő időnként leméri, gyűjti az adatokat. De kirakják az előmű mellett az erdőbe, és akkor és ki lehetne. Bár raknák, akkor többet tudnánk eladni. Köszönöm szépen, ha van kérdés, akkor persze. A kulcs akkor az űrálló, ugye? Tehát azt ki lehet vinni az űrbe. Hát igazán azt szereti. Tehát attól, hogy ebben az üvegbúrában vákum van, akkor nem lesz stressz alatt az üvegbúra, amikor ő kimegy. Tehát amikor lelkiztek az amerikaiak, hogy eltörik, nem törik, ott nem fog eltörni. Úgyhogy persze. Ja, mert akkor bent is vákuum van, meg kint is. Így van. Na most kellett persze egy csomó tesztet csinálni. Tehát az amerikaiakkal sokkal nehézkesebb, és végtelen mennyiségű kérdésük volt, és akkor igazolni ezt, azt, amaz, de hát keresztül ment mindenem, úgyhogy nem könnyű. Megtalálták az amerikai változatot? Már máig se tudni róla sem. Lehet, hogy kidobták meg. Hát a selejt listán rajta volt. Igen. Fájtását álltam, mert én is kérdeztem. Nem tudom. Egyszerű volt, ezt használni. Még azt is próbáltuk, hogy az ez a próbálja meg megszerezni a fönti nádást. De ők is fölkoppantak. Valamikor 2 éve komoly esély volt rá, hogy a názást azt is szolgálati műszerré nyilvánítják. És akkor volt egy ilyen 1 hónapos felbuzdulás, és utána teljes csend lett, de úgy olyanokat írtak nekünk, hogy olyan még nem volt az életben, hogy egy kísérleti eszköz, szolgálati eszközzé nyilvánítsanak a fedélzeten. És akkor csend lett, és amikor legközelebb találkoztunk velük ilyen szimpóziumon, akkor kérdeztem, hogy mi van, mi történt. És akkor csendben rám nézett, azt mondja, politikai döntés volt. Nem. Kész. Ez így működik. Általában ez korábban úgy működött, hogy az oroszok se szolgálati rendszerbe csak saját dolgot építettek be. Tehát ott elképzelhetetlen volt külföldi, ez ugyanígy megy az amerikaiaknál, és az, hogy ez fölkerült, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy eléggé leült az orosz űrkutatás, és nem volt mit föltegyenek. Tehát korábban elképzelhetetlen volt, hogy bármi külföldi eszköz szolgálati rendszer része legyen. Most ez a szerencséjük, hogy ők szegényeknek nehezebben megy nálunk. Ebbe tényleg belefér egy fotoelektron sokszorozó, vagy más technológia? Benne van? Tehát ennek a jelentős része itt egy ilyen hosszú csőben, az egy fotoelektron sokszorozó, és ahhoz persze meg kell csinálni az 1000 voltot, és ez ráadásul, na most ezek a mikroprocesszornak az óriási előnyei, hogy a nagy feszültség, ami a fotoelektron sokszorozó érzékenységét megszabja, az mindegyiknél egyedileg hangolt. Úgy, hogy tök egyforma legyen az érzékenysége. Most a processzor elteszi szépen magának egy digitál analóg konverteren keresztül vezérni, és ettől mindegyik egyforma, tehát mindegy, hogy melyikkel lesz kiolvasva, tökéletesen, és ezt 5 perc alatt lehet így beállítani. Tehát meg változott a világ. Még egyszer nagyon köszönjük akkor, hogy itt lehetünk. Én is köszönöm szépen a és egyébként...